Miközben nézitek a videót, mesélek egy kicsit a tóról. A Frici tó Szeged-Szőregen található, magánvíz, érdekes szabályokkal. Erről a tóról csak a 3,5 kg-nál kisebb tükörpontot lehet elvinni, semmilyen más halat, se a dévérkeszeget, se a kárászt, se a tőpontyokat, se az amúrt. Így valószínűleg a közönsége is sajátos, mivel igazából az említett méret nem is igen található a tóba, nagyon ritkán szokott ilyen teszkós pontyokból egy keveset hozni a tulajdonos. Sokkal jellemzőbb, hogy egészen jó halakat, ilyen 5-6 kilós és attól fölfele levő méretű tőpontyokat lehet fogni, illetve időnként beugrik egy-egy amúr is, és nagyon szépek a dévérek, akár másfél-két kilós vagy 2 kiló fölötti dévérrel is össze lehet akadni. A tó nincs túltelepítve, tehát nem azt jelenti, hogy kimegyek, bedobok és rögtön húzza a hal. Ez a péntek délután, amit most, ami a videó készült, ez kivételesen ilyen volt, hogy szinte hát beletaláltam a halak közé, mert a második dobásra már egy olyan ötös forma pontyot fárasztottam. Most éppen egy olyan 6 kilós tőpontyot húzok. Tehát nincs túltelepítve a tó, ez azt jelenti, hogy kell azért dolgozni, hogy fogjál, de ha megjelennek a halak, akkor azon a néhány órás horgászaton azért 4-5-6 kapás lesz, és ezek mind jó halak. Nem zavar apró hal, nincs törpeharcsa, ha egy-egy nagyon szép dévér beugrik, annak meg csak örül az ember. Mivel a halak itt azért visszakerülnek a tóba, kicsit kell finomkodni. Én azt tapasztaltam, hogy a kisebb horgok nagyon jól kikönnyített csalik, apróbb csalik hamarabb adnak jó halat, illetve nem szoktatták rá őket a hallisztes etetőanyagokra, hanem inkább a kukorica alapú etetőanyagok azok, amik jól működnek a tavon. Érdekes módon egyébként a Green Betain, ilyen Black Halibut jellegű metód etetőanyagainkkal a dévéreket fogom nagyon jól a tavon, míg a pontyokat a Benzar Mix Pro Corn és főleg a Sweet Corn sárga verziójával. Ezen a horgászaton is ezt használtam, hozzáillő aromával bekeverve, közben közeledik már a 6-os tőpont. Csalinak is az apróbbakat. A kókuszos fehér coated wafters, amit már sok helyen emlegettünk, itt is nagyon jól működik. Hozzáfaragom a 14-es horokhoz, és úgy használom, hogy csak éppen lassan süllyedjen le, és álljon meg a fenéken, tartsa meg a horgot egyensúlyban, illetve jó szokott lenni az oldódó pelleteink, a Metal Smoke Wafters-ek, ezek közül is a sárgás színű Scopex-es, illetve a csokin narancsos, piros pellet, és időnként a mangós, mangó vajsa vízesítésű is remekül működik. Dévérekre meg érdekes módon a coated wafters-ek közül a Green Betain volt idén az, ami a legjobban ment. Erre a horgászatra egyébként a metód, az új metód botunkat akartam vinni. Ez egy remek pálca, metód konkursz féder, de amikor kinyitottam a bottartót, akkor kiderült, hogy egy 390-es competition van benne, vagyis elkevertem a botokat, de látszik egyébként, hogy a 075-ös spiccel, ez a finom, már évek óta használt botunk is, hogy milyen gyönyörűen dolgozik, és nem jelent neki gondot a nagyobb hal sem. Az orsó egy slam fader, 20-as főzsinór, a dobóelőke 30-as river fader, ez nagyon strapabíró, és több horgászatot is kibír, ezért használom ezt. És akkor itt van a ponty.
Hát egy jó hatos tőpont. És akkor itt a tálcán, a bekevert etetőanyag, töltőszer, szám a kétféle csali, a kés, hogy tudjam a pelletet alakítani. Ennyi, gyakorlatilag ilyen egyszerű horgászattal, pontosan dobálva, a stopper óra kell az ütemhez, azért negyed óránál többet nem hagyom benn, de inkább az elején 5-6 percenként dobok, kicsit megetetem a helyet, így ügyelek rá, hogy nagyon pontos legyek, ha nem oda megy a kosár, akkor lefogom a dobást, azt újra dobok, ha kell háromszor is, bár itt általában 60 méter körül elég horgászni. És itt az egyik ponty, és itt a nap legszebb hala egy 7 kg körüli amúr. Jó peca volt. És itt vannak a csalik etetőanyagok együtt.